Az FC 60 a Diósgyőr második csapatát fogadta a hétvégén. A 60-iaknak egyértelműen a győzelem volt a céljuk, hiszen a jó tavaszi kezdés után begyűjtöttek egy vereséget a Fáy utcában az előző fordulóban. Az új alakult FC 60-tól pedig mindenki azt várja, hogy bizonyítson az NB3-ban, és elmozduljanak az utolsó előtti helyről. Rögtön egy szabadrúgáshoz jutnak a vendégek, ráadásul jó helyről, a fejest Bollók bravúrral hárítja, az ismétlés pedig a kapu fölé megy. Óriási helyzetet puskázott el a Diósgyőr. Tovább rohamoznak a vendégek, a keresztlabda után rossz a felszabadítás, a lövést a 60-i kapus ismét bravúrral hárítja, az ismétlésnél azonban bár nincs szerencséjük a 60-iaknak. Bacsa szemfülesen lecsap a labdára és a kapuba passzolja. Vezet a Diósgyőr. Ezután egy hatalmas védelmi hiba vendégrészről, Szabó szerez labdát és higgadtan fejezi be, egyenlít az FC 60. Felébredtek a gól után a hazaiak, jól indítják mélységből Geleteit, aki egészen a kapuig robog, a lövés csak centiméterekkel került el a kaput. A második félidő egy érdekes szabadrúgással kezdődik, az előreívelt labdát Szabó Roland kergeti, de anélkül, hogy hozzáérne, majdnem megszületik a második 60-i gól. Egy hazai szöglet után nem sikerül a felszabadítás, Szabó lövése Tari elé pattan, de tisztáznak a diósgyőri védők. Ismételhet az FC 60, Szabó teker középre, a 60-iak azonban nem tudnak veszélyeztetni. Most a diósgyőriek rúghatnak szögletet, a labda mindenki fölött elmegy, aztán még egy kis zsonglőrködésre is futja, abszolút káosz a 60-i 16-oson belül. A teljesen egyedül maradt Rakovicsnak még arra is marad ideje, hogy kétszer próbálkozzon a lövéssel, a második már gólt ért. Az utolsó 10 percben két diósgyőri játékost is kiállítottak, itt 9 emberrel folytatták a mérkőzést a vendégek. Az emberelőnyt azonban már nem tudták kihasználni a hazaiak. Szabót szerelik a 16-os előtt, és ezzel a hatalmas felszabadító rúgással ér véget a találkozó. Kikaptak a 60-iak, az új csapat sem tudott még egyelőre felnőni a mezőnyhöz.